Tényleg nem meglepetés ilyen játék. Utolsó két meccs a Pécs ellen, meg a Sopron ellen mi nagyon szépen játszottunk a támadás védekezésbe. Reális, erősebb csapat ellen játszottunk. Kikaptunk 25 pont Sopron ellen, egy Euroligás csapat ellen. Ez biztató volt, és lányok, meg én is hiszünk, hogy tudunk jó meccs játszani Cegléd ellen is. Arra is beszéltünk öltözőbe, egy fiatal csapat, lendület, gyors, aki tele energia van, meg kapta ezelőtti meccsen kis tapasztalat is. És játszunk pont egy ilyen csapat ellen, aki rutinos, de lassabb, meg és biztos voltunk, hogy van lehetőség ilyen meccs nyerni. Készültünk nagyon, hát tudtuk, hogy úgy tudunk megnyerni, hogyha gyorsak leszünk, lefutjuk őket, és szerencsére fiatal csapat vagyunk, úgyhogy bírtuk, és sikerült. Kell tudni, mikor kell keresni a technika, mikor kell kapni a technika. Én gondolom, hogy csak ülni és várni, hogy mi valami kell tenni, hogy változott a fújás, mert tényleg eddigi meccsen tényleg nem volt olyan fújás, ami megérdemeltünk ilyen fiatal csapat, de nem akarok panaszkodni a játékvezető, de szerintem ezt benne van a edzőnek ezt is csinálni. Mehetett volna jobban, de szerencsére azt mondom, hogy végén sikerült jobban összeszedni magam. Lendületben játszottunk, bátrabban játszottunk, pont ezt, ami kell játszani.
és gratulálom a csapatból, gratulálom minden játékos, aki pályára lép, tényleg ez szép eredmény, szép dolog csinált a lányok.